bíróság a vádlottat 5 év 6 hófogház fokozatú szabadságvesztés büntetésre és 6 év vízűjárművezetéstől eltiltásra ítéli. 5 és fél év fogház 28 ember haláláért. Én egy kicsit enyhének tartom, a másik azt, hogy vannak benne jogi tévedések. Ugye itt az ukrán kapitánynak fogalma nem volt arról, hogy mi történt. Ön szerint igazságos ítélet született a Habreány perben? A nagyhajó elütötte a kishajót, következésképpen az ottani áldozatok vonatkozásában szerintem semmilyen büntetés nem tud kárpótlást adni. 2021. decemberében azt mondja valaki, hogy a 2018 utáni adásvétel az 2020-ban rossz hiszemű volt. Előző heti riportunk után jogi szakértőkkel magyarázzuk el, hogyan kerülhet elő a semmiből egy haszonélvező, aki gondol egyet, és akár utcára is rakhatja a mit sem sejtő jogos tulajdonost. Kétfajta tulajdonlappal bírunk, az egyik a szemre, a másik a teljes mások. Most nyilván mondhatnánk azt, hogy az ügyvéd lekérhette volna a teljest. És az milyen információt adott volna? Azt, hogy volt egy bejegyzett haszonélvezeti jog, ami hatósági határozat alapján törlésre került. De törlésre került. Egy kazettás. TDK. Normál kazetta, de ez tényleg jó minőség volt. Bár még csak 60 éves, már a 30-asok se nagyon tudják, hogy mi az a magnó kazetta. Arra is hatással van, mondjuk a 30 perces oldala, hogy milyen dinamikával újsz ágyba tinédzserként a kedveseddel. Heti napló Svábi Andrással. Vasárnap este 7-től csak itt, az ATV-n. Svábi András a TV stúdióban és a magánéletben is a Hugo Boss ruháit viseli. A műsorszám támogatója, a papírcsomagoló eszközök gyártója, a Wiener Pak Kft.